A madarak téli etetéséről és a különböző szárnyas fajok szokásairól tartottak előadást az általános iskolásoknak a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Fürkész Klubjának legutóbbi foglalkozásán. A gyerekek nem csupán hallgatói, de aktív résztvevői is voltak az érdekes előadásnak, és mint kiderült, sok mindent tudnak a madarak táplálkozásáról, életmódjáról. Sorra érkeztek a helyes válaszok a szárnyasok vándorlásának okait firtató előadó kérdéseire. Először egy előadást hallgatnak meg arról, hogy míg egyes madárfajok elvonulnak hazánk területéről, addig mások éppen ide jönnek telelni, vagy hazai fajok itthon maradnak. Az előadást követően pedig a gyerekek saját maguk készítetnek madáretetőt a foglalkozás keretében. A foglalkozás csúcspontja a madáretető készítése volt műanyag palackokból, amelynek oldalát ollóval kivágták, két helyen kiukasztották, és mint egy felhajtható kis ajtót spárgával felkötözték a palack szájára. A magvakat beleszórva már készen is álltak az etetők, amelyekkel sok itthon terelő madár életét menthetik meg. A klub következő foglalkozásán november 13-án a hüllőkkel ismerkedhetnek meg a kisdiákok.